Zenével indult a tavasz köszöntő sajtótájékoztató, a fiatalokból álló Excuse együttes egy éve alakult meg, egy LGT-s lágert adtak elő. Lokomotív tortát küldött egy híres szakács. Ők is fellépnek az idei gyermek- és ifjúsági művészeti fesztiválon. Bevezetőjében Horváth Soma gratulált az Agora közelmúltban szerzett szakmai elismeréseihez, amelyek az itt folyó magas színvonalú munka bizonyítékai. Elmondta azt is, hogy tavasszal valódi programdömping várható. Azt hiszem, hogy mindenki, minden korosztály megtalálja majd a következő időszakban a kedvére valót az Agora programjaiban. Bővül az Agora profilja. Elnyerték a körmendi mozi üzemeltetési jogát, májustól pedig a víztorony büféjét is a közművelődési intézmény működteti, ismertette Horváth Zoltán ügyvezető, aki hozzátette, jó tapasztalatokkal tértek haza a Nemzeti Művelődési Intézet héten megtartott stratégiai konferenciájáról. Itt a közművelődési szakma krémje jelent meg az ország minden pontjáról. Itt kiemelték az Agora, a Szombathelyi Agora tevékenységét olyan tekintetben, hogy a legtöbb bevételt, saját bevételt hozó közművelődési intézmény voltunk a tavalyi évben. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és öröm a számunkra. Április 11-én nagyszabású költészetnapi flashmobot szerveznek. Cetter Ibolya irodalomtörténésszel és Nagy Ervin színművésszel sétálhatnak az érdeklődők a város nevezetes szobrai körül. Nem marad el a táncvilágnapi és a gyermeknapi rendezvény sem. Lesznek nagy rendezvényeink, koncertjeink, ismeretterjesztő előadásaink egészen a szakkörökig és a szabadtéri programokig bezárólag. Idősebbeket, fiatalokat is megszólítanak. Széles a színházi kínálat is. Pintér Béla és társulata két előadást hoz. Jön Lovas Rozi, Molnár Áron és Lengyel Tamás az Árvák című produkcióval, a Kalliope kistérségi színházi társulás pedig az Európa Express című darabot mutatja be. Koncertezik Halász Judit, a Nox, Dolhai Attila és Falusi Marian. A Szavária moziban folytatódik a népszerű világjárók sorozat. Április 24-én Nyári Krisztián irodalomtörténész közreműködésével bemutatják a Pokoli főnökök című könyvet. Továbbra is várják a gyerekeket a megszokott foglalkozásokra, kézműves kuckóba, szakkörökre, tanfolyamokra. Legújabb vállalkozásuk pedig, hogy Korponai Zsófi vezetésével a kapella kórust szerveznek, ahová várják a dalos kedvű jelentkezőket. A sportház több kiállításnak is helyet ad tavasszal.